Lucskik haza! Független Magyarországot! Az első Béla gimnázium diákjai elevenítették fel az 1956. október 23-án kitört szabadságharc legfontosabb eseményeit Szekszárdon. A fiatalok műsora a forradalom kitörésétől a véres megtorlásokig mutatta be a 66 évvel ezelőtt történt eseményeket. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere azt mondta, ahhoz, hogy az 1956-ban véres csaták során elkezdett függetlenedési folyamat eredményei és hőstettei ne váljanak semmivé, ma is meg kell dolgoznunk. A tét nem kicsi. 1000 évnél is idősebb magyarságunk megmentése és a vihar utáni jövőjének biztosítása. Ennek egyetlen biztosítékát pedig csak az összefogás teremtheti meg. Olyan összefogás, amely képes a szűk csoport érdekeken felülkerekedni, rövid távú céloknál távolabb látni, a személyes kis győzelmek helyett a nemzet egészének sikerébe gondolkodni. Szekszárd alpolgármestere azt is kiemelte, hogy ugyanúgy, mint 1956-ban, most is széleskörű összefogásra van szüksége a hazai lakosság körében. Mire tanít bennünket mindez közel 7 évtizeddel később? Meggyőződésem szerint arra, a példa nem csak erőt ad, hanem kötelességet is hordoz. Mert 2022-ben súlyos kihívásokkal terhelt napjainkban nincs más esély a békés túlélésre, mint az összefogás, a közös érdekek felismerése és megfogalmazása. Szekszárdon a program az 1956-os emlékmű megkoszorúzásával és mécsesek elhelyezésével ért véget.